Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Egy kevés, kis jelentőségűnek tűnő, de mégis nagyon fontos ügy fekszik most előttünk, amelynek azért van egyfajta szimbolikája is nyilvánvalóan, amelyet különösen fontos az elmúlt éveknek a történései fényében vizsgálnunk. Egy olyan hídnak az újjáépítéséről fogunk most szavazni és dönteni, amelyet el is árulok előre, hogy mi természetesen támogatni fogunk, amely két régiót, két magyar lakta régiót köt össze, két olyan régiót, amelyet annak idején az Ipoly folyón keresztül 47 híd, ezt magam is kikerestem, amit fideszes képviselőtársam mondott, 47 híd kötött össze, és valóban magam is azt a számot találtam, hogy ebből mindössze csak 4 maradt az 50-es évekre. Ezek a hídak kötötték össze a régiónak a magyar lakosságát, azt a magyar lakosságot, amelyet aztán 1920-ban a trianoni békeszerződés szétszabdalt és elválasztott egymástól. Jó és helyes, hogy ilyen infrastruktúrális beruházások történnek. Fontos a magyar-magyar kapcsolatoknak az építése. Fontos az, hogy a Kárpát-medence magyar közösségeit minél több szállal tudjuk egymáshoz kötni, és ennek természetesen vannak infrastruktúrális feltételei is. Hasonlóan fontos lenne egyébként egy mondat erejéig, azért ezt szeretném idehozni, hiszen erről számos alkalommal szót ejtettünk már a házban. A vasúti összeköttetéseknek a fejlesztése is, egyébként nem csak felvidéki magyar vagy szlovák magyar, hanem a többi elszakított terület vonatkozásában is. Több alkalommal kértünk már ez ügyben előrelépést a kormánytól, egyelőre úgy látjuk, hogy kevesebb a szándék arra vonatkozóan, hogy a vasúti közlekedésben is ehhez hasonló fejlődéseket elérhessünk. Államtitkár úr csak egy mondat erejéig említette, illetve maga az előterjesztés is csak szégyenlősen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy ennek a hídnak az újraépítéséről szóló megállapodás 2012-ben már megköttetett. Azért azóta eltelt 6 év, kedves képviselőtársaim, kedves államtitkár úr. Mi történt abban a 6 évben? Én úgy gondolom, hogy az előterjesztői beszédben talán erről is kellett volna szót ejteni. Annál is inkább kellett volna szót ejteni, mert az Ipoly híd, vagy az Ipoly hidak, hiszen többről is beszélhetünk, többnek az újjáépítése, fejlesztése is tervben van a következő években. Egy olyan pont volt a kormányzati nemzetkommunikációban, amelyre folyamatosan sikertörténetként hivatkoztak. A 2010-es évek elején számos felszólalásban bíráltam, kritizáltam és kértem számon a kormányt a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokban a felvidéki magyar közösség számára sérelmes ügyek nem kellő képviseletét bírálva. Nem egy, nem két sörtén volt Németh Zsolt államtitkár úrral annak idején, amikor egy-egy interpellációban vagy kérdésben sorjáztam azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban úgy láttuk, hogy a magyar kormány több év elteltével sem, és egyébként hozzáteszem azóta sem, ért el előrelépéseket. Legyen szó Malina Hedvig ügyének az elhalásáról, legyen szó a felvidéki nyelvtörvényről, zászlótörvényről, legyen szó a dacurkolók most már sok évvel, évtizeddel ezelőtti brutális szlovák rendőri szétveréséről, és hát a legfontosabb ugye az állampolgársági törvény. Az az állampolgársági törvény, szlovák állampolgársági törvény, amelynek a megváltoztatása kapcsán önök az évvilágon semmilyen eredményt felmutatni nem tudnak, sőt, a kormányzati kommunikáció annak idején az volt, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr mondta, hogy hát az a megoldás, hogy át kell jönni Magyarországra, és itt kell fölvenni egyfajta titokban ugye a szlovák állampolgárságot. Most, amikor ezeket a kérdéseket sorjáztam számos alkalommal, és sajnos most is mindegyiket meg tudom tenni, akkor mindig az volt a válasz, kicsit ilyen Kovács Lászlói érzület lengte be a termet, hogy nekünk azokra a pontokra kell összpontosítanunk, ahol együtt tudunk működni, ahol sikereket tudunk elérni. Közben megjött a beszédem, de szerintem egész jól helytállítom így fejből is eddig. Azokra a pontokra kell összpontosítanunk, amelyekben úgy látjuk, hogy van lehetőség az együttműködésre, és hát például nem a sérelmes dolgokkal kellene állandóan foglalkozni, hanem azzal, hogy milyen jó az Európai Uniós együttműködés, meg épülnek az új Ipoly hidak.
2012 óta éveken keresztül azt hallgattuk, hogy milyen fontos, vagy mennyire helyesebb inkább az olyan jól sikerült projektokra összpontosítani, mint az épülő ipolyhidak. Na most azóta eltelt 6 év, és én szívesen hallottam volna néhány mondatot azzal kapcsolatban államtitkár úrtól, hogy ebben a 6 évben miért nem sikerült előrelépni. Na, ez nem csak a mi hibánk egyébként, tegyük hozzá, biztos, hogy nem, de nem csak az önök hibája. Kicsit utána nézve a dolgokba azt láttuk, hogy azért az önök szlovák barátaiba se volt meg föltétlenül a lángoló jó szándékeznek az ügynek a minél gyorsabb lezárását tekintve. A megállapodás megkötését követő 2 évben, főleg inkább Nyitra megye volt az, vagy legalábbis a Magyar Nemzet annak idején készített egy meglehetősen jó összefoglalót erről. Annak jártak utána, még az igazi Magyar Nemzet, ahol annak jártak utána, hogy azt derítették ki, hogy Nyitra megye részéről voltak itt akadékoskodások. Aztán 2014-et követően egyszer egy alkalommal a szlovák kormány is visszadobta ennek a végrehajtását, mondva, hogy nincsen jól előkészítve és nincsen jól indokolva. De hát vannak olyan hírek is, és akkor ezt hozzuk ide ebbe a vitába, hogy problémát okozott az is, hogy miközben önök nagyszerű barátságot, illetve Orbán Viktor nagyszerű barátságot ápol Robert Ficóval, és ennek a barátságnak az oltárán egyébként fel is áldozott mindent a felvidéki magyar ügyek kapcsán. Eközben egyébként némileg paradox módon nem hajlandó, és önök sem hajlandóak szóba állni a szlovák kormány, a baráti szlovák kormány egyébként magyar, vagy a félig magyar párt által delegált tagjaival, hanem inkább a parlamenten kívüli MKP-t tekintik csak stratégiai partnernek. Ezt a logikát mi egyébként nem föltétlenül vitattuk már, mint ami a stratégiai partnerséget illeti, és azt, hogy a nemzetpolitikában alapvetően etnikai alapokra kell támaszkodni, és magyar etnikai pártokkal kell elsősorban a magyar kormánynak szövetségesi viszonyt, vagy partneri viszonyt fenntartani. De azért ennek nem kellene, hogy kizárja azt egyébként, hogy mondjuk szakértői szinten, hogyha egy nemzeti érdekről van szó, adott esetben egy ipolyhídnak a megépítéséről, akkor ott bizony együtt kellene jobban működni az egyébként híd által vezetett szlovák közlekedési tárcával is. Egyes hírek szerint ugyanis ez is akadályozta az ügyeknek az előrehaladását, hogy önök egy ilyen durcás elvi hozzáállásból erre az együttműködésre nem voltak hajlandóak kellő mélységében. Aztán, hogy hova vezetett ez a nagy barátság Ficóval és a kormányával, még egy fél mondatot ide azért hagyd tegyek, mert ennek van egy aktualitása. Tegnap Gyöngyösi Márton képviselőtársam is kitért rá egyébként a Sargentini jelentés kapcsán. Miközben önök ezeket a kérdéseket mind feláldozták például az épülő ipolyhidaknak az oltárán, a közben egyébként Robert Ficó minden egyes adandó alkalommal, amikor Magyarország mellé kellett volna állni az európai szintén, akkor ezt nem tette meg. Nem tette meg egyébként a kötelező kvóták elfogadása kapcsán sem, követte Orbán Viktort ebben a küzdelemben, jogos küzdelemben egyébként, azért ezt szeretném hangsúlyozni. És hát átböngészte az Európai Parlamentnek a honlapját országonként megnézve, hogy ki hogy szavazott, és hát az a szomorú hírem önök fele, hogy a Ficó vezette Smernek a képviselői ebben a kérdésben sem álltak önök, vagy ha úgy tetszik, Magyarország mellé. Eközben pedig Szijjártó Péter külügyminiszter úr úgy fogalmazott idén márciusban, bár Magyarország és Szlovákia között összetett volt a kapcsolat, mára olyan jó ez az együttműködés, amire korábban még sosem volt példa. Biztos emiatt a kiváló együttműködés miatt akarták Felvidéken egy évvel ezelőtt bezárni a magyar kisiskoláknak az egyharmadát, kedves képviselőtársaim. És a magyar kisiskolák egyharmadának a bezárására, ugye, amely egy olyan történet, ami feszültséget okoz, ugye ezzel nem kell foglalkozni, mert foglalkozzunk inkább a sikeres projektekkel, mint például a 6 év alatt meg nem épült ipolyhíd, ugye. Erre a magyar kormánynak és a magyar nemzetpolitikának nem az volt a válasza, erről egyébként megkérdeztem miniszterelnök és miniszterelnök helyettes urat annak idején egy nemzetpolitikai fórumon,
kérve, hogyha már egyszer ilyen kiváló a barátság Robert Ficóval, menjen már hozzá oda, és ugyan mondja már neki, legyen kedves, hogy ha már ilyen jóba vagyunk, akkor tegye már meg azt a gesztust, hogy nem zárja be a magyar kisiskoláknak az egyharmadát Felvidéken, mert ez magyar nemzetpolitikai szempontból meglehetősen tragikus lépés lenne. És erre a magyar kormánynak az volt a válasz, a kedves képviselőtársai, majd akkor kifizetjük. Majd akkor mi átvállaljuk ennek a költségeit, mert nem vagyunk olyan kapcsolatban Robert Ficóval, hogy ilyen kérdéseket megtegyünk feléjük. Inkább kifizetjük. Ez a magyar nemzetpolitikának a teljes tévútja, kedves képviselőtársaim. Aztán a dolog azért oldódott meg egyébként, csak erről már Magyarországon kevés szó esett, főleg a kormányzati sajtóba, mert a Híd kormányra került, és a Híd kormányra lépésének az egyik feltétele az volt, hogy ezt a törvényt módosítják úgy, hogy a magyar kisiskoláknak az egyharmadát ne kelljen bezárni. Tehát nem kell szeretni a Hidat, mert nem kell szeretni a hidas politikusokat, csak bizonyos realitásokkal tudomást, tisztába kellene lenni. A Szlovákiában egy olyan párt irányítja a közlekedési tárcát, amelynek ugye döntő befolyása van az ilyen projektekre, amely ráadásul magát legalább félig magyarnak határozza meg, de hogyha nem magyarnak határozza meg, akkor is a magyar nemzeti érdek az az, hogyha ennyire jól együttműködünk Szlovákiával, főleg ilyen jóban vagyunk a szlovák kormánnyal, akkor nem ilyen Pityaner pártlogikai szempontokat, pártpolitikai szempontok alá kellene rendelni a nemzeti ügyet és a nemzeti kérdéseket. Tisztelt képviselőtársaim, mindezekkel együtt, mindezen inkább csak kiegészítő, vagy az elmúlt évek tisztánlátását segítő kritikáinkkal együtt természetesen a javaslatot támogatni fogjuk, felhívva ismételten arra a figyelmet, és nem elfelejtve azt, hogy számos másik hasonló projekt van még folyamatban, számos Ipolyhídnak a felújításáról még szó lehet. 2012-ben is Németh Zsolt nem egyről, hanem 4 vagy 5 Ipolyhídról beszélt. A másik 4-ről még mindig nincsen szó. Államtitkár úrra megtenné, nyilván nem tenné meg, de nekem az a dolgom, hogy elmondjam és megkérjem rá. Szóval, hogyha megtenné, hogy a zárszavában szót ejtene arról, hogy a másik 3-4-5 Ipolyhíd, amelyeket kell, Németh Zsolt már 2012-ben vitézkedett, hogy azoknak az újranyitásával kapcsolatban mi a helyzet, akkor nagyon örülnénk. Tehát van még feladatunk, van még lehetőségünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél átjárhatóbb legyen a Kárpát-medence. A határ túloldalára került Trianonban lassan 100 évvel ezelőtt szétszaddalt magyar közösségek közötti kapcsolattartás minél könnyebb legyen. Ezen sokat segítenek ezek az ipóhidak, de sokat segítene az is, hogyha ezekben a kérdésekben önök lényegesen pragmatikusabb politikát folytatnának. Még egy megjegyzés, egyébként azért hírek voltak arról is, lévő, hogy itt Európai Uniós források bevonásáról is van szó, hogy nem föltétlen csak Nyitra megye meg a szlovák kormánynak az akadékoskodása volt itt a probléma, hanem egyébként a pályázati ügyintézésekkel kapcsolatban a környékbeli fideszes polgármesterek sem voltak föltétlenül a helyzet magaslatán. Köszönöm szépen, elnök úr!